Ha téged is érdekel a fény és látványtechnika, akkor látogass el erre a weboldalra. Megtalálsz mindent, ami kellhet ahhoz, hogy elérd a kívánt látványt. Spot, beam, bosch, par, és még sorolhatnám, mennyi típusú lámpa kapható itt. Vannak komplett szettek is. Ha esetleg lézert és hozzávaló füstgépet keresel, azt is megtalálod a kínálatban, de akár akus parlámpákat is tudsz venni. Az itt megvásárolt termékekre egy év garanciát ad az áruház, és van telefonos support is, ha esetleg elakadnál a beüzemelésben. A videót a fénytechnikashop.hu támogatta. Na helló srácok, üdv mindenkinek! Ez most egy olyan videó lesz, amiben nem mutatom meg azt, amiről beszélek, és azért nem mutatom meg, mert hogy nincs itt nálam. Éppen itten... Itten... Éppen itten... Éppen itt pakolászok a műhelyből, hogy ne legyen már akkora kupleráj. És... Nem tudom, hogy aki követi a csatornát, az figyelte-e, hogy... Volt az a bizonyos ZX-1-es sub, amelyiket mondtam, hogy az egyiket leégettük a picsába, de nem égettük le, és ezért meg is nyugodtam, mert iszonyatosan lelkiismeret furdalása volt, mert még soha semmilyen hangcuccot nem égettem le, és nagyon bántott a dolog, hogy mondom, ez hogy fordulhatott elő, hiszen kettőt használtunk egyszerre, és csak az egyik halt meg. Hát nem égettük le, hanem képzeljétek el, az történt, bocs, hogyha közben molyolok, de tényleg most ez arról szól, hogy itt rendet rakjuk a műhelybe. Nem égettük, hanem az történt, hogy fogta magát a mágnes, azt hosszába elrepett. Mindjárt megmutatom nektek, hogy hogyan. Van itt valahol egy hangszóró, vajon? Á, itt egy hangszóró. Fogta magát, és ilyen irányban elrepett. Így. Röcs. És az azért okozott problematika trágyát, mert hogy megszorult a tekercs a nútban. És amikor én azt hittem, hogy teljesen leégett a hangszóró, és azért szorul a tekercs, akkor nem az történt, hanem az történt, hogy megszorult a nútban a tekercs, de azért, mert a mágnes eltört. Most ez pontosan hogy történhetett meg, hogy nem? Igazából erre csak Sityu tudná megmondani a választ. De vele is tervezünk videót készíteni hamarosan. És majd talán erre a részre kitérünk akkor. De egyszerűen elképzelni nem tudom, hogy hogyan tud egy mágnes eltörni. Fogalmam sincs, mert tudom nagyon jó, hogy azon a rendezvényen, amin utoljára használtuk, azon tökéletesen működött, mert én kipróbáltam, mielőtt eljöttünk onnan. Én nem hagyok el úgy rendezvényt, hogy nincsenek kipróbálva a hangcuccok egyesével. És... Azt mondja Sityu, hogy úgy történhet ez a dolog, hogy mikor jó megvan kergetve egy hangfal, akkor megmelegszik a mógnes, rajta a mógnes, és aztán oda koppintottuk valahova, és elrepett. Na de kérem alásan, amikor... Hogy a pöcsbe áll ez? Olyan hideg, hogy nem bőröm összetekérni ezt a kábelt. Amikor abba hagytuk a zenélést, ott még legalább eltelt, hát vagy... Nem tudom, egy jó egy óra hossz, amire mindent összeszedtünk, és elkezdtünk pakolászni, úgyhogy egyszerűen nem tudom megérteni, hogy hogyan tört el a mágnes. És az biztos, hogy már azután tört el, miután kikapcsoltuk a cuccot, mert hogyha úgy járattuk volna, hogy el van törve a mágnes, akkor porrá égett volna a tekercs, de nem égett porrá a tekercs, megúszta tökéletesen. Úgyhogy ez ilyen rejtély marad, de meg lett javítva a hangszóró, Sityu valami, mit tudom én, milyen ragasztóval megragasztotta a mágnest, azt mondta, hogy ez nem egy rendkívüli eset, és hogy a BNC-knél is előfordul, a BNC hangszóróknál, hogy elreped a mágnes, nem tudom, basszátok meg, hogy a büdös picsába tud elrepedni egy mágnes, ráadásul hosszába, na mindegy. A lényeg az, hogy... Piszkosul megnyugodtam, hogy nem én kúrtam szét a hangszórót, mert tényleg azóta ilyen, hát félig letargiában voltam, hogy tönkretettem egy eszközt.
Úgy ráadásul annak valami 500 valahány ezer forint most darabja annak az EXA1-nek. Amúgy nem ér annyit. Rohadt jó, meg minden. Piszkos jó, de annyit nem ér. Na, az EXA1-ről ennyit, aztán a másik, amit akarok nektek mondani. Hoztam ki vajon kócsi kulcsot? Ó, nem már. Ó, itt van. Szuper. A másik, amit akarok mondani, az meg az, hogy itt van ez a füstgép, amit mindjárt kiveszek nektek, és megmutatok. Ez meg eladó. Nem kicsi a doboz, alig fér be az autóba is. Ezt biztos láttátok már korábbi rendezvényeinken. Ez az a fajta füstgép, amibe jeget lehet rakni. De jó, bele vagy szorulva. Az Istenit már. Mi ezt ilyen szépen tároltuk, szóval hát a gyári állapotát tudja hozni a dolog. Itt van hozzá ez a... Tettünk egy ilyen zsákot, hogy a cucca is sem vesződjenek el. Van hozzá egy távirányító, a tápkábel, meg maga a gépezet. Ez az a fajta gépezet, aminek a tetejébe jeget lehet rakni, és akkor egy ilyen földközeli füstréteget tud kilökni magából. Fogalmam sincs, hogy mennyibe kerül ez. Közben bejöttem, és utána néztem, hogy 160 ezer forint az ára ennek a ketyerének. Ha valaki ad érte egy 100-ast, akkor szerintem viheti. Tényleg amúgy egyetlen egy rendezvényen használtuk. A másikon, ahova el akartuk vinni, oda már nem tudtuk elvinni, mert hogy elfelejtették a tűzjelzőt kikapcsolni. Közben itt elkezdtem ezekben a szortimentekben rendet rakni. És... mit akartam még mondani? Ja, még annyit akartam mondani, képzeljétek el, hogy a gyógyulás útján járok, ugyanis megint kikaptam most egy Facebookos posztban, egymásnak esett két tábor, hogy a Denon és a Pioneer, és valaki megemlítette az egyik videómat, belinkelték oda, hogy nézd meg, hogy az RX3-at is már javítani kellett. Tehát emlékeztek, amikor a napon megolvadt a gombja. És... odaírta egy figura, hogy jaj, ne ezt a videót linked már be, hát ez egy, hogy is mondta, mit tudom én, milyen kókler, barbár, hogy egy fadarabot se bíznék rá, meg ilyeneket odaírogatott a csávó. Azt igazából én akkor még annyit odaírtam, hogy azért nem kéne rólam így beszélni, mert nem ismerjük egymást, azt arra nem is válaszolt, úgyhogy nem tulajdonítottam neki nagyobb jelentőséget, de hogy nem csináltam belőle rés videót, nem húztam rajta föl magam, úgyhogy azt hiszem, hogy a gyógyulás útján járok, ami azt illeti, hogy ezeket a beszólásokat ignorálni tudjam. Egyébként meg kell mondjam, elég nehéz, mert igaza volt valakinek tényleg, hogy minél többen nézik a videót, annál több ilyen kommentet fogok kapni. És... mert például az ilyen videóhoz is kaptam negatív kommentet, mint például a Simpson mosás videó, hogy képes valaki oda is odaírni, hogy sterimóval Simpson mosni, hát ilyen barbárságot. De mivel mosom, tesó? Fogkefével? Vagy mivel? Na mindegy. Mindegy, gyermekeim. Szóval erről ennyit, meg fogok gyógyulni, és nem fogok ezekre a kommentekre reagálni. Minden esetre az rosszul esett, hogy így nyilatkoztak róla, hogy egy fadarabot se bíznának rám. Hát te soha ne bíznám. Na mindegy, folytatom ezt a szortiment rendezgetést. Ugyanis szertettem egy ilyen szortimentre, mert hogy ez már megtelt teljesen. És már idegesített, hogy például a ledek meg az ellenállások is egy fakban voltak, meg a biztosítékok és a kondikkal és a. És akkor... ebben lesznek az ilyen nagyobb cuccaim, míg ebben lesznek az ilyen kisebbek. Sose baj, ha van egy pár XLR csatlakozó a háznál.
Akartam még valamit mondani? Nem. Úgyhogy be is fejezem. Mert hogy ott van az a DDG 400-as, amit meg kell, hogy nézzek, és talán most az lesz a következő. És a videó témája is az lesz. Úgyhogy srácok, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Igazándiból ezt tényleg azért csináltam ezt a videót, hogy elmondhassam nektek, hogy a ZX-1 subot nem leégettem, hanem ez történt. Csak nem tudtam megmutatni, mert már kiraktam a garázsba másik helyen, úgyhogy erről ennyit. Na, srácok, hogy szoktam, jók legyetek, sziasztok. Szétflexeltem az ujjamat a múltkor.